a rendvédelmi szervek mi tagjai a tudásukkal mintaként szolgálnak a fiatalok számára. Elsősorban az volt a célunk, hogy a generációkat közelebb hozzuk egymáshoz, tehát mind a kadítok, mind a katonák, a honvédség, a katasztrófavédelem és a rendőrséget bevonjuk ebbe a körbe, és a honvédelmi sportközpontot tudjuk kihasználni. Azért fontos, hogy itt legyenek, egyrészt úgy gondolom, hogy a kadítoknak egy nagyszerű példát mutatnak, és egy olyan hivatást és egy olyan szép szakmát választhatnak ezáltal, ami nagyon fontos mindannyiunk számára. Nagyon jó tapasztalatuk vannak, a fiatalok szeretik ezt a helyet, a küzdő sportoknak, és hát természetesen a lövészeknek is otthont ad ez a létesítmény. Amikor azt látom, hogy kezd a köztudatban széles körben szétterjedni az intézménynek a működése, és ez nagyon jó, mert szeretnénk, hogyha a fiatalok számolnának ezzel az intézménnyel a napi életük során.